Az első, hogy én is gratulálok, egy rendkívül jól szervezett, okos futballt játszó Bajai együttes végül is nagyon izgalmassá tette a mérkőzést, mert a 2-0-ás vezetés még a továbbjutás reményét is számukra felmutatta, és talán, ha nincs ez a kiállítás, akkor nehezebb lett volna a mérkőzés, mert aztán ez fölpaprikázta a játékosaimat, és megfordították a mérkőzést, és végül is egy sima győzelmet arattak. Álmosan kezdett csapata? Nem álmosságnak nevezném, én ezt egy magyar betegségnek nevezem. Amikor alsóbb szintű csapattal játszanak, akkor lejjebb megy a mentális éberségük, és akkor azt hiszik, hogy a futball ez megy azon a szinten is. És ez bizony sokszor megbosszulta már magát, hát most időben ébredtek. Az alsóbb osztályú csapatoknak ilyenkor mindig a játékosok számára egy kiugrási lehetőség, hogy megmutassák magukat az NB1-es csapatok szakvezetőinek. Látott-e a Bajai csapatban olyat, aki esetleg érdemes felhívni mások figyelmét? Remek kérdés, mert pont ezt akartam én is a következőkben mondani, hogy remek kiugrási lehetőség, én is megjegyeztem 2-3 játékosnak. Neveket hadd halljunk? Hát, talán még korai lenne, mert azt mondják, akkor vadászom a játékosokra, de határozottan, és nem a kiket már ismertem, mert azokat tudtam, milyen képességek.